Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. A mai videóban az Eviknek a legújabb forgatható gyűrűs készülékével, az Evik Supreme-mel fogunk megismerkedni. Nézzük meg közelebbről, hogy mit lehet róla tudni. Nos, itt láthatjuk a készüléket még a dobozában, oldalt a felirattal, hátul, hogy mit tartalmaz. Készlet, bontsuk ki. Itt látható maga a készülék. Alatta pedig a következők, egy kis névjegykártya, bemutatva azt az alkalmazást, amit tudunk a készülékkel használni a számítógéppel összekötve. Egy eredetiséget igazoló kártya, a szokásos joystickes, kapargatós, ellenőrzős történet, egy darab aksi, ahogy nézem, ez a Sony 30 amperes VTC 4-ese, egy darab fali adapter, Joytech logó, USB csatlakozás, és egy darab USB kábel. Ezzel tudjuk, kirázom belőle, ha tudom, ha nem, akkor kihúzom kézzel. Ezzel tudjuk összekötni mind a fali adapterrel, mind pedig a számítógéppel. Nézzük meg közelebbről akkor, hogy hogy néz ki a beüzemelése, és hogy mit lehet róla tudni. Nézzük először kikapcsolt állapotában magát a készüléket. A régi Evikhez képest sokkal masszívabbnak, nagyobbnak, strammabbnak tűnik a történet, és ez így is van, hiszen ez rozsdamentes acélből készült, illetve maga az elektronika része is egy picivel nagyobb, mint az előző generációnak. Vegyük le a aksizáró kupakot, és tegyük bele polaritás helyesen az akkumulátorunkat. Is vagyunk vele. Kicsit csörög az elektronikánál a gomb. Na, nézzük akkor alulról fölfelé. Itt van tehát a zárókupak gázelvezetővel, bemarásokkal, hogy könnyebb legyen betekerni, bár nekem ezek a bemarások kicsit élesek, hegyesek, ahogy tekeri be az ember, azért érzi rendesen a kezével. Itt a Joytech logó, a másik oldalon pedig az Evik Supreme felirat. Az állítógyűrű, ami ugyanígy néz ki, mint az alsó záró elem, tehát négy oldalán 90 fokonként ezek a bemarások találhatóak rajta. Maga az elektronika ugye a már megszokott sötét plexi mögött helyezkedik el. A tűzgomb, itt van az USB töltő, illetve ha a számítógéppel kötnénk össze, akkor annak a csatlakozója, tehát egy mini USB csatlakozó. Annyit érdemes még itt a felső részről elmondani, hogy ugye, ha ezt letekerjük, akkor láthatjuk, hogy alatta van egy EGO 510 csatlakozó. Ez a csatlakozó, ez kompletten cserélhető, hogyha esetleg elfáradt volna a menetünk, vagy a középérintkezőnk meghibásodna. És sajnos, amit láthatunk, hogy ez a középérintkező, ez
nem állítható, tehát hogyha rátekerünk bármilyen kazánt, egyébként gyönyörűen jár a menet, rátekerünk bármilyen kazánt, akkor fel kell rá készülnünk, hogy vagy a kazán középérintkezőjének kell állíthatónak lennie, vagy nem fog ráülni erre a vállára itt a készüléknek. Annyit még nem mutattam meg, hogyha ezt teljesen szétszedjük, ugye, akkor ezt a csövet is le tudjuk róla venni, és itt válik láthatóvá a pozitív csatlakozás. Gyakorlatilag ennyi látszik a mi készülékünkből. Ez itt fix. A cső rátekerése után behelyezzük az aksit, és ugye az alsó rugós érintkező fogja a fix kapcsolatot megteremteni nekünk. Összeszerelt állapotában tehát így néz ki a történet. Nézzük most meg, akkor kapcsoljuk be. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gomnyomás, és bekapcsolt a készülék. 1, 2, 3, 4, 5. Most eltesszük. Kikapcsoljuk. Megnézzük teljesen újraindítva. 1, 2, 3, 4, 5. És itt meg is jelenik az első menünk. Power on-nal bekapcsoljuk. Megjelenik az üdvözlő, logó, a beállított idő, és hogy nem talált éppen most semmit, ami rá van tekerve. Úgyhogy én fogok is egy kazánt. Az egyik előző videóban láthatott prométejt, és rá is tekerem. Megtalálta 0,9 ohm. Nézzük meg először a kijelzőjét, mit láthatunk rajta. Itt láthatunk egy apró pici smiley-kont, ha mosolyog, akkor a megfelelő töltöttségi szinten van az aksink. Ha világosabbá válik az ikon, akkor jelzi, hogy az aktuális slugszám vagy idő közelít a megjelölt riasztási slughoz, illetve időhöz. Itt láthatjuk az aktuális töltöttségi szintet, illetve most nekem úgy van beállítva, hogy itt is az látszik, egy ilyen félköríves részen megy körbe a progress bar, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, vagy hogy mondjam magyarul, ez a töltöttségi szintjelző. Ezt százalékban mutatja. Itt ezt a részt, az alatta levőt, a fölötte levő résznél, tehát ahol a 741 van, ott nekem most az aktuális slugszámom mutatja, hogy a legutolsó töltés után mennyit slukkoltam, illetve a 0,57, hogy ennyit tudok még slukkolni ennél a töltöttségi szintnél. A 3,14, illetve a 0,9 ohm, ez azt jelzi, hogy ugye a 0,9 ohm a kazán ellenállása, ennél a 11 wattnál ez a 3,14 volt az, amivel meghajtja a kazánunkat. Ha én ezt most lejjebb veszem, 10 wattnál 3 voltot ír ki. Ezek a részek, tehát ahol éppen most nekem a slugszám van, az idő, a százalék, a feszültség, az ellenállás, a teljesítmény, ezek mind-mind itt körben szabadon konfigurálhatók, hogy éppen mit szeretnénk és hol látni. Nézzük akkor a menüjét. A menübe 1, 2, 3, 4, 5 gomnyomással tudunk bemenni. És ami nekem fura volt, hogy nem jobbra tekeréssel, kicsit közelebb hozom. Ami fura, hogy nekem az lenne a normális, hogy így jobbra tekergetéssel menjen lefelé, itt pont fordítva van. Balra kell tekerni, és akkor megy lefelé. Nézzük akkor, hogy
hogy épül fel a menüje. Itt van ez a sleep, ezzel tudjuk alvó módba tenni a készüléket. Ennyi. Jelen esetben nem is izzít. Bekapcsoljuk. És izzít. Itt már ki is írta, hogy 1,4 másodpercig izzítottunk. Menjünk vissza a menübe. Itt tudjuk beállítani a gőzölgést. Azt mondja az első a switch. Itt be tudjuk állítani, hogy varivolt, varivatt, real varivolt, vagy itt most nekem át van már állítva a saját menümre, amit számítógépen állítottam át, de ez lenne az RVV, tehát a real varivatt. Gyakorlatilag annyi a különbség, hogy mondjuk míg a vari wattnál beállítjuk a teljesítményt, az fixen mindig ugyanannyi. Itt ennél az egyéni beállításnál meg tudjuk azt mondani neki, hogy ugyanúgy, mint mondjuk egy Typhoon Eye-nál, vagy bármi másnál, vagy mint az előző generációs Eviknél, ugye meg tudjuk külön másodpercekre határozni, hogy most az első másodpercben ilyen teljesítmény szinten legyen, az utána következőben ne 18 legyen, csak 16, a harmadik másodperctől legyen 15, és utána mondjuk a negyedik másodperctől pedig, amíg nyomjuk a gombot, addig csak 12, tehát kvázi azt állítjuk be, amit szeretnénk, de ezt majd a számítógépen megmutatom, az egyszerűbb a konfigurálása. Most ezt állítsuk vissza teljesítményre. Nézzük a módot. Itt a módnál tudjuk megmondani, hogy autó vagy manuál. Ugye ez mit jelent? A manuálnál ugye kilépünk innen is. Manuálnál megnyomjuk a tűzgombot, és amíg nyomjuk a gombot, addig izzít. Hogyha ezt autóüzembe állítjuk, akkor itt megadhatjuk neki, hogy mondjuk legyen 5 másodperc, kilépünk, és most úgy csinálom, hogy jól lehessen látni, megnyomom, elengedem, tehát nem nyomom, 5 másodperc, 5 másodpercig izzít, és utána automatikusan kikapcsol. Ezt a részét én most vissza is állítom engedelmetekkel, nekem ez nem gyere be. Tehát ez volt a mód. Az alarm setet nézzük akkor. Itt be tudjuk állítani, hogy mennyi idő után, mennyi használati idő után jelezzen a készülék nekünk. Én ezt hagyom sohán, nekem ne vinnyogjon. Ugyanezt meg tudjuk tenni itt a puff setnél is. Itt ki tudjuk iratni, ugye a resettel le tudjuk nullázni a számlálónkat, illetve a totálnál itt látjuk, hogy 745 sluk van nekem benne. Ebből kilépünk, és ezzel a vapor setet le is tudtuk, nézzük a konfigurációt. Be tudjuk állítani, hogy például az aksink milyen teljesítményű, és ez ahhoz jelent nekünk nagyon nagy segítséget, hogy a slugszámot, illetve a hátramaradó teljesítményt meg tudjuk határozni, hogyha nem 2600 vagy 3400 mAh, akkor itt a Customize-nál tudjuk szépen meghatározni, mindig egy jobbra tekeréssel megyünk, ugye egyen jobbra, és utána a balra tekeréssel tudjuk az értéket állítani. Jobbra, 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 jobbra.
csak a 2100, tehát nem tudjuk beállítani, hogy 2258 milliamper óra, hülyeség is lenne, legyen így 2100, leokézzük, és ennyi, beállítottuk. Ezek számomra a fölöslegesen használhatatlan, hát használhatatlan is, meg fölösleges menük is, tehát ez a képernyővédő például, mennyi idő után kapcsoljon be, nekem a képernyővédő ne kapcsoljon be, hiszen nem szeretném, hogy azzal egye az akkumulátoromat. A következő a képernyő, amit már az előbb is említettem, ez ugyanolyan, mennyi idő után kapcsolja ki, itt meg tudjuk adni 1, 10, 30, 60 percet, soha, illetve itt tudjuk beállítani sajátra mondjuk 5 percre, azt mondom, hogy állítsuk ezt 5 percre, így. Oké, kész is vagyunk. Következő az a system. Mennyi idő után menjen el sleepbe a történet? 30 perc, 60 perc, soha, vagy itt is meg tudjuk adni, hogy saját ízlésünknek és kedvünknek megfelelően állítsuk be. Ez nekem maradjon a soha. Következő a hőmérséklet riasztás. Illetve ez még csak a hőmérséklet beállítás. Fok. Ugye itt most kiíratjuk a hőmérsékletet, 32 fok, meleg van, és be tudjuk állítani, hogy mikor riasszon, ez jelen esetben 45 fokra van állítva, de felállíthatnánk, bármeddig maradjon 45 fok, így. Ezzel meg vagyunk, kilépünk. Ez volt a hőmérséklet menü. Itt van még egy naptár funkció. 24 vagy 12 órás legyen a kijelzés. Én maradok a 24 óránál. És itt tudjuk beállítani, egyáltalán megjeleníteni az időt, és beállítani az időt, a dátumot, az évet. Ennek most az ismertetésébe nem mennék vele, teljesen egyértelmű a történet. És ha ezzel megvagyunk, akkor kész vagyunk a konfigurációval, illetve a display jön most. Ugye itt a displaynél tudjuk beállítani, amit az elején is mondtam, hogy nézzen ki a menü struktúránk, illetve maga, amikor a készülék működik, akkor mit lássunk és melyik részén rajta. Nézzük, home screen. Ezek azok a részek, amiket a készüléken borzasztó nehézkes egyébként állítani. Mondjuk most itt van az L1-en, átállítottuk erre, és akkor itt látjuk, hogy miket jelez ki a készülék. A homescreen-t én azt mondom, hogy ne a készüléken állítsátok be, arra van a számítógépes program. Boot logo, itt a saját logó, tehát amit a készülékbe be van égetve az evikes, itt tudjátok megadni a saját logótokat, illetve ki is tudjátok kapcsolni a logónak a kijelzését az indításkor. Nekem teljesen megfelel a gyári logó, és ugyanez a képernyő védőnél is. Vagy kikapcsolom, vagy az előre definiált, vagy a user logó. Ezt kapcsoljuk most ki, mert fölösleges szerintem. Ugye ez volt a display, most jön a device. Itt csak ki tudjuk iratni a készüléknek a tulajdonságait, tehát a device, tehát a készüléknek az azonosítóját, a szoftver verziószámát, ami rajta fut. Külön be tudjuk állítani a felhasználó infónkat, és itt láthatjuk, még le tudjuk olvasni külön mondjuk a rárakott kazánnak az ellenállását.
device letudva, most jön a stealth, ez gyakorlatilag csak annyi, hogy kikapcsolja a képernyőt, és anélkül izzít, hogy a képernyőn bármi is látszana. Valakinek ez tetszik, valaki nem szereti. Én jobb szeretem látni, hogy éppen hogy használom a készüléket. Ezzel a resettel tudjuk az esetleg félre konfigurált beállításainkat törölni. Itt a jelszónál pedig a véletlen használat ellen tudjuk, mondjuk, hogyha valaki esetleg otthon hagyja az asztalon, és nem szeretné, hogy a gyerek használja, akkor itt be tud állítani neki egy jelszót, ami alap esetben mondjuk ez a 000. Én most ezt átállítom 100-ra. És hogyha itt most én ezt kikapcsolom, és 1-2-3-4-5 újra bekapcsolom, akkor így jelszót kér, és hogyha nem a jó jelszót adom meg, akkor nem enged be. 1-0-0-0, és be is engedett. Bekapcsoljuk. Úgy. A password megvolt. Power off az ugye egyértelmű, kikapcsoljuk a készüléket, az exittel pedig kilépünk a menüből. A menürendszerével megismerkedtünk, nézzük akkor most meg, hogy mit láthatunk rajta, amikor éppen izzítunk, gőzölünk, vagy hogy tudjuk állítani ezeket. Ugye, amit az előbb mutattam, egy picit állítunk úgy. Amit az előbb mutattam, hogy külön lehet konfigurálni a szoftverben, azok ugye ez az alsó rész, a felső rész, és minden, ami itt a százalék jel alatt található, meg tudjuk mondani, hogy melyik hol legyen, és mit lássunk rajta. Az, hogyha a készülékünket szeretnénk állítani, mondjuk a teljesítményét, mert nekem watt üzemmódban van most, más sem kell csinálnunk, csak ezt az alsó gyűrűt szépen forgatjuk, és 0,1 wattonként ilyenkor lefelé lép. Hogyha ezt gyors egymás utánban három kattanás, tehát 0,3 wattot állítunk, 1, 2, 3, akkor így automatikusan elkezdi ugye a tekerés irányának megfelelően állítani a teljesítményt, feszültséget, bármit, amire állítva van, és ilyenkor látszik jól, szépen húzza utána a feszültséget a teljesítménynek, és itt a slug számláló is majd egy idő után a 17-ről most váltott pont 16-ra, tehát ő a teljesítmény alapján kikalkulálja, hogy mondjuk mennyit tudunk slukkolni. Megvan az az érték, ami nekünk tetszene, vagy fordítunk ezen egyet, vagy egyszerűen csak megnyomjuk a tűzgombot, és akkor ott megáll. Csináljuk ezt visszafelé, 1, 2, 3, és ugyanígy szépen halad lefele. Maradjunk most 17,3 wattnál. Hogyha slukkolunk, és ugye nem az automata módra van állítva, akkor azt láthatjuk, hogy ahogy megnyomjuk, elkezdi írni, hogy mennyi ideje nyomjuk a tűzgombot, és mindjárt meg fogjuk látni. 10 másodperces védelem van benne, tehát hogyha esetleg nem zárjuk le, vagy túlizzítanánk, akkor 10 másodperc után lekapcsol. Amit még lehet tudni, és ehhez be kell lépni a menübe, és hogyha én most ezt átváltom erre a saját konfigomra, ami tulajdonképp az RWW lenne, akkor itt szépen látszik, hogy én mit állítottam be. Tehát úgy néz ki nekem az eleje, hogy fölmegy 18 wattig, ott tartja 1 másodpercig, majd lemegy,
ott még azt hiszem 2 másodpercet kitart, utána még lejjebb megy a teljesítménybe, és azon tolja végig utána, és ezt láthatjuk is, itt fogjuk tudni nyomon követni fönt, hogy éppen milyen teljesítményen van, nézzük csak. Elrontottam az előbb, tehát nem itt, hanem ugye menet közben fogja kiírni. 18, 13, lehet szépen látni, hogy ő gyakorlatilag én beállítottam neki egy ilyen preheating, egy előfűtéses szakaszt, 1 másodpercet adtam neki, egy pici több delejt tol a kazánnak. Nézzük meg akkor a készülék szoftverét. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, először föl kell telepítenünk a számítógépre ezt a MyVapers nevezetű programot, amit megtalálunk immáron Windowsra is, Macintos rendszerekre is. Én ezt letöltöm, és a mellékelt fájlt futtatom. Ha ezzel megvagyunk, én ezzel nem megyek most végig, mert én ezt már föltelepítettem. Sima next-next oké a történet. Akkor egyszer újraindítja a számítógépet, utána pedig újraindulás után ezzel az ikonnal tudjuk elindítani. Ezt tegyük most meg. Ezt az ablakot bezárom, hogy könnyebb legyen átlátni. És itt szerepel előttünk már maga a program, ahol beállításokat és mindenféle statisztikákat tudunk megtekinteni. Menjünk sorban, mit látunk először is a fő oldalon. Itt látjuk, hogy mennyi slukkot, mennyi slukkot szívtunk idáig vele, és a current ez az aktuális hónapot jelezné. Én ide a Flavor One-hoz beállítottam a sajátomat, egy saját konfigurációt, erre majd később kitérünk. Mindenek előtt tegyük azt meg, hogy a készülékről átimportáljuk az adatokat. Én ehhez már előzőleg összekötöttem a számítógéppel a mellékelt USB kábellel az EVI-ket. Nyomjunk egy data importot, és kész is vagyunk. Ugye itt most nem látszik semmi, mert ezt már beimportáltam. Itt július 17-e előtt vannak adatok, azt tudjuk megtekinteni, de itt mindig az aktuális időszakot látjuk, tehát itt nem tudunk visszamenni a skálán. Itt ugye a sluk számot látjuk, hogy aznap éppen mennyi aktuális sluk volt. A buy time, ez hogy hány másodperc. A buy energy, az az, hogy mennyi energiát használtunk el ezzel. Nem tudom igazából, hogy itt ez összegzi-e vagy sem, mert ugye most itt, ha jól látom, ez 278. 278 wattot. Hát nem tudom, hogyha összeszorzom azt, hogy hányszor nyomtam le a gombot, és milyen teljesítményen, akkor lehet, hogy kijön pontosan ez az érték, ebben nem vagyok biztos. Az biztos, hogy itt különböző színnel jelöli a teljesítmény fokozatokat, a kék a közepes, a sárga pedig, nem, a kék az alacsony, a sárga a közepes, és van még egy magas teljesítmény fokozat, hát én ott nem használtam a készüléket, de ezt is meg tudjuk itt különböztetni mindegyik állásnál. Ha a főképernyőről tovább megyünk a Vapor Recordra, akkor itt ugyanezt megtehetjük. Itt kiválasztom a dátumot, mondjuk legyen július 1-től július 28-áig, és rányomok a search-re. És itt látjuk fönt az aktuális állapotot, viszont itt nem látjuk, na, most már látjuk, hogy itt például az időt látjuk, ugye az átlag napi slugszám az 113 volt, itt le tudjuk ezt az egészet rendezni slukra, időre, illetve energyre, illetve energiára, teljesítményre, maradjunk ennél a sluk nézetnél, itt szépen látszódik, hogy a július 4-i dátumot, ha nézem, akkor 63 sluk volt, gyönyörű
feliratot látunk fölötte, ne várjátok el, hogy én ezt lefordítsam. Július 5-én 71, 6-án 136, és 7-én 290, itt most nem is megyek tovább a történettel. Megnézzük az ellenállást ugyanerre az időszakra, és nem mutat semmit, amiért nagyon szomorú vagyok, mert ez lenne az igazán jó funkció, mikor látnánk, hogy mennyit és milyen ellenálláson slukkoltunk. Ez megint szoftverhiba lesz, amivel nem igazán tudunk mit kezdeni. Ha átmegyünk ide, visszamegyünk ugye a vapor rekordba, az atomizer resistancehoz, ott azért látszik, hogy itt ezzel a 1,5 ohmmal, 1,6, hát ugye a gyárja 1,6, 6 ohmmal, ez a mai nap, de most, ha itt visszamegyek, július 1, és megint csinálok egy szelektet, akkor odalépek, visszalépek, és megint nem látszik semmi, úgyhogy ezt írjuk szoftverhibának. Menjünk tovább a menüben. Itt a Vapor Settingsnél találjuk a beállításokat, amit ugye amit mondtam, a készüléken is meg tudunk tenni, de sokkal egyszerűbb, hogyha itt a szoftverben tesszük azt meg, nézzük a switchet. Varivolt, varivatt, ez az állítható idejű, ez a real varivolt, és a real varivatt, amit én ugye itt átneveztem a saját konfigomat. Menjünk sorban, varivolt. Itt most a készülék, ez ki is írja egyébként, hogy mennyire van állítva a készülék, tehát oda-vissza működik a kommunikáció. Itt szépen elkezdem lefelé nyomni, és ami megjelent ott szín ugye a fő oldalon, alacsony, közepes, magas, narancssárga, sárga, kék. Itt tudjuk állítani a feszültségértéket, és utána szépen rámegyünk a modify-ra, kiírja, hogy a készülékre ezt az adatot átvitte. Leokézzük, rendben. Nézzük tovább. Működését tekintve ugyanígy néz ki a vari-watt rész is. Itt szépen tizedenként állíthatjuk a történetet. Majd ha ezzel megvagyunk, akkor rámentünk a modify-ra, újra kiírja, hogy system data write, OK. Leokézzük, örülünk neki. Menjünk egy kicsit. Ne menjünk. Itt látjuk egyébként, hogy ugye én varivatt üzemmódban használtam, itt látszik a történelmi visszatekintés, a rekordja, hogy én mikor és mit és hogyan állítottam. Látszik, hogy július 6-án 13 wattra állítottam a szoftver segítségével, és most július 29-ét írunk, 12,4 wattra állítottam ennek a segítségével. Ezt átállítom még egyszer, megnézzük, és megjelent a listában egy újabb érték. Teljesen jó. Real vari volt, ez már kicsit érdekesebb. Funkcióját tekintve a real vari volt és a real vari watt is ugyanúgy működik. Én a vari wattnál mutatnám meg, mert ott az igazán közérthető a történet, és akkor egy kicsit menjünk át mondjuk a Typhoon Eye-ra, ahol ugye működik ez a hot start nevezetű funkció, és ott be tudjuk állítani, hogy a tűzgomb megnyomása után fél vagy 0,8 másodpercig egy ilyen 150%-os boostot adjon a fűtőszárra, ezáltal gyorsabban felmelegedve. Ezt itt manuálisan mi is meg tudjuk adni. Ezekre a kis pöttyökre kell rámenni, itt ezeknél az értékeknél, és itt tudjuk állítani. Lent láthatjuk, hogy milyen időpillanatnál járunk, tehát most a lenti cseppben látjuk, hogy 0,5, tehát ez a fél másodperc, 0,6, 0,7, és így tovább. Ha megnézzük, itt van pont az egy másodperc. Ha azt mondom, hogy én az első másodpercben szeretnék, mondjuk ha 14 watton használom a készüléket, mondjuk az első másodpercben szeretném, hogyha egy ilyen lökéssel adnék rá 18 wattot, akkor ez szépen itt lenyomom a egérgombot, és kihúzom egy másodpercig, és beállítom itt föl le 18 wattra. Úgy, ezzel meg is vagyok. Azt mondom, hogy egy másodperc után legyen még
egy picit magasabb érték, mondjuk legyen 16 watt, még egy fél másodpercig, 1,5-ig 16 watt. És akkor utána, amíg nyomva tartom a gombot, addig legyen 13 watt, vagy 14 watt mondjuk. 14 watt, és szépen kitolom így. 14 watt, úgy. Ha akarom, akkor ugye 10 másodpercig ezeket is szépen utánhúzhatom. Most azt nézzétek el nekem, hogyha én ilyen 1-2 tizedeken nem kezdek el játszani vele, sose lenne vége a videónak. Csak az elvet szeretném, hogy megértsétek. Ezzel kész is vagyunk. Megnyomjuk a Modify-t, System Data Write, OK. Ezt leokézzük, és akkor innentől kezdve, hogyha a készülékünkön megnyomjuk az elsütő gombot, akkor ez nem azt jelenti, hogy 10 másodpercig fogja tartani ezt a feszültséget, vagy ezt a teljesítményt. Itt tulajdonképp az eleje a lényeg. Az elején ad rá egy másodperces lökés 18 wattra, aztán egy fél másodpercre vissza 16 wattra, és onnantól kezdve, amíg nyomva tartjuk, addig 14 watton fogja tartani. Ezek itt fönt látszanak is, ezek az értékek szépen. Hogyha szeretnénk itt a saját beállításainkat szerkezgetni, akkor ugye itt meg tudunk neki adni mindenféle számunkra egyértelmű történetet. Én ugye azért adtam csak ezt, hogy CRW, mert hogy real watt, és nem engedte azt, hogy CW, mint Charlie Watt. Megadtam neki a CRV-t, hogyha három betű kell neki, akkor három legyen. Ennél szintúgy meg kellett adnom három betűt, nem tudtam mit csinálni. Itt a hatosnál pedig elmentettem, mint hatos erősségű likvid. Tehát ennyiről szólt csak a történet. Menjünk tovább a beállításokban. Be tudjuk állítani ugye a mód és a stealth módot, ami a manuál és az automatik ugye azt jelenti, hogy manuál módban, ameddig nyomva tartjuk, addig izzít. Az automatik módra, ha átkattintunk, akkor ez itt aktívvá válik, és ezen a tárcsán szépen körbe tudjuk ezt itt forgatni. Ez jelenti azt ugye, hogy ha én ezt mondjuk beállítom 6 másodpercre, és ezt elmentem, akkor innentől kezdve más se kell csinálnom, csak a tűzgombot egyszer megnyomom, elengedem, és onnantól kezdve 6 másodpercig ő izzít. Ha elengedem, akkor is. 6 másodperc után lekapcsol. Ezt én visszaállítom manuál módba, és el is mentem. Következő ez a stealth mód, ugye amikor a kijelző nem ír ki semmit, gyakorlatilag lopakodva vépelhetünk. Na, ez is egy új funkció, most frissítettem a szoftvert, egyébként ezt már be lehet kapcsolni, az előzőben még ez sem működött. A következő az az inverse volna, ez itt nem működik. Szoftverhiba, vagy a Mac-es kliens hibája, nem tudom. Ezt így elmentjük. Oké, okay, maradunk manuális módban. Következő a home screen. És itt nagyon jó, hogy van egy asztali kliensünk, mert ugye mindent, ami a kijelzőn látszik, és az elején bemutattam, azt itt egyenként tudjuk állítani. Ugye ez most itt a slug számláló. A következő itt a dátum és az idő. Ez itt a varivolt, vagy bocsánat, a volt, és a, tehát a feszültség és az ellenállás kiíratva. Itt ugye jelzi nekem az akkumulátornak a töltöttségi szintjét. A következő, az itt lent van, ez az RVV, ez a real varivatt 1, amin most van, illetve a feszültség. Ide, itt lent is látszik, tehát így tudom átállítani, most itt kiírja a feszültséget, ha én azt akarom, hogy folyamatosan a logóm legyen ott, akkor ezt a def logót állítom ide, ez a alapértelmezett, vagy itt a user logót, vagy ha nagyon akarom, akkor itt az órát fogom kiíratni. Ugyanígy itt fönt ezt nem tudom megtenni ennél a verziónál, mert
szoftverhiba miatt nem tudom írni, remek. Megpróbáljuk az importot, hát ha úgy segít, az sem, akkor rányomunk egy modify-t. Oké, közben látszik azért, hogy itt már 20%-ra töltötte a készülék, megpróbáljuk újra. Alarm time, akkor itt visszamegyünk a nem engedi. Itt csak alarm puffot vagy alarm time tudunk írni, akkor legyen alarm puff, date and time vagy puff count, nem tudunk változtatni. Ezek fixen oda vannak égetve. Oké. Elmentjük. Tovább megyünk. És itt van az alarm set. Ugye, amiket az elején mondtam, azokat itt is ugyanúgy be tudjuk állítani. Tehát be tudjuk azt állítani, hogy hány sluknál jelezzen nekünk a készülék a Kismile segítségével, a Kismile-ikon segítségével. Mondjuk itt meg tudjuk határozni, hogy mondjuk 400 slukkot akarunk szívni egy nap, vagy mondjuk csak 200-at egymás után. Itt meg tudjuk adni neki, hogy hány másodperc használat után jelezzen, vagy azt mondjuk neki, hogy soha. És meg tudjuk neki itt határozni, hogy az alarm, az, vagy az időmérő, az mikor jelezzen. Itt meg tudjuk adni kézzel is, hogy mondjuk 12 óra után, vagy 2, 4, 8 és 24 óra után. Ezt is never-re állítjuk, tehát ez nekem ne jelezgessen. A következő az a boot logo és a screensaver. Itt a boot logónál ugye a default van, hogyha szeretnék user logót, akkor ahhoz importálni szükséges a történetet. És itt ki is írja, hogy mindenféleképpen az kell neki, hogy úgy kezdődjön a file név, hogy mondjuk itt van a szám, utána van a CY és a BMP, tehát mindenféleképpen BMP file kiterjesztéssel kell, tehát bitmap file kiterjesztéssel kell ennek rendelkeznie, és maximum ugye 32 képet tudunk a mappába rendezni. A képeket egyébként ebben a bootlogó mappában tárolja, BMP formátumban. Nekem ilyen képformátumom nincs, és nem is szeretnék ezzel játszani. Marad nálam a default beállítás, illetve ugye itt ki is tudjuk kapcsolni. Én ezt így hagyom, legalább látom, hogyha bekapcsoltam a screensaver. Hogyha bekapcsoljuk, akkor is ugye az alap, vagy a user által definiált, ugyanezzel a metódussal, ugyanúgy BMP file formátumban, itt maradunk a kikapcsolt állapotnál. Hogyha ez bekapcsolt állapotban van, akkor ugye ki tudjuk azt is választani, hogy mennyi idő után kapcsoljon be a képernyővédő. De nálunk ez marad off állásban, nem erítse fölöslegesen az aksinkat. Következő a jelszó, most ugye be volt állítva nekem ez az 1000-es, ezt visszaállítom nullára, akkor így ugye 0000 lesz végig, illetve ki is kapcsolhatom, és kész is. A következő belépésnél nem fogja kérni. Ezzel végigmentünk, jöhet a konfiguráció. Hogyha ugye nem a gyárilag hozzá mellékelt akkumulátorcellát, vagy bármilyen más cellát rakunk bele, aminek mondjuk nem 2600 vagy 3400 mAh a teljesítménye, kapacitása, akkor azt itt tudjuk beállítani a Customize-nál, hogy mondjuk 2300 mAh. Megnézzük, hogy itt elfogadja egyébként azt, hogyha én azt írom be, hogy 2312, mert ugye ezt a és ezt itt elfogadta. Ugye ez a készüléken nem módosítható. Maradjon 2100, modify, oké. Ugyanígy tudunk eljárni a kikapcsolással, tehát hogy automatikusan shutdownba menjen, ez nekem nem kapcsol ki soha, illetve a képernyő mikor kapcsoljon ki, én úgy állítottam be, hogy 5 percre, de akár 10 percre is állíthatjuk, és itt van a riasztási küszöbérték a hőmérséklet vonatkozásában, az pedig 45 fokra van állítva, illetve 45 fokra állíthatjuk, itt most 35 fokra van állítva. Ha ezekkel megvagyunk, akkor a beállításokkal tulajdonképp kész is vagyunk.
Annyit tudunk még tenni, hogy megnézzük itt a device-nál az eszközt, és itt tudunk neki nevet adni, amit ugye kiírt a készülék infóban is, amikor mutattam, ide meg tudjuk neki adni azt, hogy mondjuk Evic Supreme, vagy ha így adjuk meg már, hogy legyen olyan, mintha, akkor ez csak legyen Evic Supreme, és legyen mondjuk 18 éves a történet, és természetesen Mister. És kész is vagyunk. Nem tudja kezelni. Akkor maradjunk abban, hogy Charlie Brown, és legyek 37 éves. Mister vagyok. És ezt le tudta kezelni. Csak én voltam hülye, és fordítva adtam meg a nevem. Mert azt nem néztem, csak megszokásból írtam, most már jól fogja kiírni, ígyni. Ha tovább megyünk, akkor itt ugye nem látunk semmit a device-nál, viszont itt a version-nél vannak még érdekes dolgok. Ugye kiírja az eszköz nevét, Evic Supreme, a szoftver verziója 1.0, itt az eszköznek, a készüléknek az azonosítója, hogy éppen most milyen kazán van rátekerve, és hogy az akunak a kapacitása jelen pillanatban most 483 mAh. Csináljuk azt, mert úgyse csináltam még, tehát ez teljesen élő és éles lesz, hogy most megpróbáljuk az új szoftvert föltenni, ami természetesen a videó készítésekor még nem volt meg, tehát azokat az új funkciókat még nem tudtam bemutatni, de egy upgrade-et meg tudunk nézni. Itt van kiírja, hogy már ez a 2.1-es verzió, és azt mondom neki, hogy sync. Itt ki is írja, hogy a régi az 1.0, és kérlek, upgrade-eld Evic Supreme 2.1-re. Upgrade-eld. Kiválasztjuk a nyelvet, ugye maradunk ennél, mert hát sem görögül, sem lengyelül, sem németül, sem franciául nem beszélek. Kiválasztjuk a verziót, és rákattintunk az OK-ra. Itt fut egy progress bar, ez szépen végig megy 100%-ig. És most kiírja, hogy a telepítés befejezéséhez húzzuk ki az USB kábelt. Én ezt megtettem, és kiírja, hogy sikeresen upgrade-eltük. Én most ezt visszadugom rá, és ki is írja, 2.1-es az új szoftver verziója a készüléknek. Megnézem a készüléket kézben. Most lehúztam róla. És egyszer kiveszem azért az aksit belőle, mert a kijelzője igen fura dolgokat művel. Visszahelyezem. Most szerintem jó lesz. Megjelent a Joytech logó és a szokásos feliratok. Visszadugjuk. Újra megjelent a szokásos adatokkal. Megnézzük, hogy hát ha most jó értékeket fogunk itt látni. Nem a time-ot kivéve, igazából itt csak egy vonalat látunk, úgyhogy ezért nagyon szomorú vagyok, de megismertük így a készüléket, az asztali verzióját is, hogy hogy kell használni. Itt esetleg, hogyha több készülékünk lenne ilyenből, akkor itt a source-nál tudnánk kiválasztani, hogy éppen melyiket szeretnénk megjeleníteni, vagy hogyha több van, és mindet beimportáltuk, akkor itt a select all-lal tudnánk mindegyiket kijelölni. Egy funkciója van még itt, az export. Ha erre rányomunk, akkor le tudjuk menteni az adatot a desktopra, vagy bárhova, máshova.
ahova szeretnénk, és akkor egy könnyebben emészthető formátumba, vagy akár egy Excel táblába is át tudjuk ezt az egészet menteni. Nézzük akkor tovább a készüléket élőben. Nézzük meg akkor a készüléket használat közben. Az előbb megismerkedtünk a készülékkel, megnéztük az asztali szoftverét, most nézzük meg, hogy muzsikál a rárakott prométei kazánnal mondjuk, és mondjuk ki a verdiktet rá. Én most ezt beállítom. Két wattra, és akkor nézzük. Nem rossz, picit följebb vesszük. Legyen 14,2. Nem tudom, halljátok-e, kicsit csörög a történet. Mindent egybevetve próbálgattuk ezt a találkozón is mindenféle vadabb ellenállásokkal, illetve magas ellenállással is meghajtva, illetve olyan kazánokat rátéve, amelyek kicsit különböztek ettől az általam most használt konfiktól. Ami engem zavart ennél a készüléknél, az volt, és legfőképp az volt, hogy fényes nappal nem lehet használni kint az utcán. Lehet használni, csak nem tudjuk elolvasni azt, ami rajta van. Erről majd teszek is be fotót szerintem a videóba. Annyira olvashatatlan, hogy így oda teszem a kezem, hunyorogva nézem, a találkozón nem csak én, többen belefutottunk ebbe, hogy nem látjuk a kijelzőt, és egyfolytában azt kerestük, hogy hol lehetne ezen valami fényerősséget állítani, nem lehet sajnos. A másik, ami zavart, hogy ha nem néz oda az ember, akkor nagyon sokszor van az, hogy nem az izzításra nyom, hanem szépen megnyomja ezt a kis porvédő gumi harangot, vagy gumikupakot, úgyhogy nem tudom, aki nem olyan helyen használja, ahol attól kéne félni, hogy telem egy porral, piszokkal, szerintem vegye le, és akkor itt ez a hiba lehetőség, ez már el is van hárítva. Ami nekem még fura volt, az maga a menürendszer. Tehát, hogy pont ellentétes irányba bal oldalra kell tekerni, hogy lefele menjen, és jobbra, hogy fölfele. Nekem az lett volna a természetes, hogy jobbra tekerem, és akkor megy le, de hát ez csak megszokás kérdése. Ami szimpatikus, térjünk át akkor az értékelés legvégére, a pozitív és a negatív részhez. A negatívokat ugye, amit eddig mondtam, a gumi dugó összetéveszthető, kicsit, nem tudom most mennyire hallatszik a videóban, kicsit nyikorgós, nyöszörgős a maga a plexi, a gombja zörög, a felső állító gyűrű, nekem az előző verziónál, az előző Eviknél valahogy nekem jobban kézreállt, itt összesen ez a négy borda van 90 fokonként bele marva, és az a borda, az
pont nagyon elkapja az ember kezét, az ott még jónak is lenne mondható, de a többi része meg nagyon sima és nehézkes a pontos tekerés, illetve olyan fura az egész, hogy a felső síka sincsen egy vonalban, az alsó része sincs egy vonalban, alulról jobban akad, mint fölülről. Nem tudom, hogy miért nem lehetett ezt szépen egy vonalba, egy vastagságra hozni mondjuk a plexivel a testet és a gyűrűt egy picit szélesebbre, hogy kényelmes legyen a fogása. Illetve az alsó rész az nekem már-már bántóan, zavaróan hegyes, éles, főleg ezeknél a kis bemarásoknál. A piszok is jobban megül, ahogy néztem, és a kéznek is diszkomfort érzet, ahogy ezt az ember tekergeti. Egyébként a megmunkálásával a készüléknek különösebb probléma nincsen, tehát szépen finoman járnak a menetek, de pont ezek azok a kis apróságok, ami engem visszatartana abban, és leginkább ugye ez a fényerő az, ami engem idegesítene. Tehát ez az, ami visszatartana abban, hogy megvásároljam a készüléket. Egyébként teljesen jó, meg lehet hajtani vele a rárakott cumókat, és mivel kivettem az aksit, és ugye az előbb beállítottam egy jelszót, ezért most kapcsolhatom be újra. És már csak 7%-on van, úgyhogy ezt most pödörjük meg, hogy jó legyen. És ugye, amiről nem beszéltem, és mondjuk mellé rakok egy kúzit, már egy drip feltéttel, azért látszik a különbség. Jó egy centi, ha csak feltét nélkül raknám rá, és nem a kúzit, hanem egy másik készüléket, akkor most nincs itt nálam csak mondjuk az áj, akkor ha nézem csak magát a készüléket, akkor az áj, ami nem kicsi, annál is hát jó másfél centivel nagyobb, tehát nem egy pici darab, és van súlya a történetnek. Jaj, visszarakom a gumit, még el nem hagyom. Hogyha el kéne döntenem, hogy kell-e vagy nem, akkor nekem személy szerint nem, de csak a mérete miatt és ezek az apró kis bosszantó problémák, amit mondtam, ugye ezek miatt nem, de egyébként a teljesítményre nagyon jól kitolja magából azt, amit várunk tőle, és meg is hajtja szépen akár az alacsony, akár a magas ellenállású kazánjainkat, de ezek a méretek, ezek sok embert elriaszthatnak. Mindent egybevetve, egyébként egy szépen megmunkált készülék és a gyári hozzáadott doboz tartalmával semmi probléma és kivetni való nem lehet. A gyári kazánnyával is, amit majd egy későbbi videóban taglalunk, azzal szép konfig, úgyhogy ha valakinek tetszett, akkor vegye meg bátran. Remélem tudtam segíteni a videóval. Sziasztok!